A kőbányai Szent László templom és a walesi hagyományokat ápoló Gloucester Cathedral között 2000 kilométer a földrajzi távolság, de a zene kultúra varázslatos dimenziójában nagyon közeli lett a kapcsolat a kiváló orgona művész Adrian Partington kőbányai orgona hangverseny révén. A kapcsolatot két másik művész kovácsolta, Silló Elizabeth énekművész, a walesi Magyar Kulturális Egyesület elnöke és Somogyvári Ákos a Szent László kórus karnagya. Adrian Partington hangversenyének hírére megteltek a Szent László templom pacsorai, az orgona muzsika az emberiség közös nyelvén szólította meg a publikumot. A kőbányai Szent László templom orgonáját éppen próbálgatja egy világhírű művész, akit itt tisztelhetünk. Mi a története ennek a vendégszereplésnek, látogatásnak? A világhírű művészt akkor nevezük is nevén, Adrian Partingtonról van szó, aki a BBC Walesi szimfonikus zenekarának a karnagya, és a Gloucester katedrálisnak a karnagya, és számos nagyon híres európai főváros zenekarának és együttesének volt szólista partnere. És az egész tulajdonképpen úgy jött, hogy egy jó másfél évvel ezelőtt megismerkedhettem Silló Elizabeth-tel, aki a Walesi Magyar Kulturális Egyesületnek az elnöke, egyébként operaénekesnő, és egy nagyon kellemes kapcsolat alakult ki. Tavaly Gyulán találkoztunk az Erkel társaságnak a szokásos éves születésnapi koncertjén, és ő ott már vendégként énekelt is, és elkezdtünk tervezni, hogy hogyan lehetne Magyarországra hívni, Magyarországra csábítani Adriant, és ez mostanra valósult meg. Művésznő elnökasszony, ön honnan ismeri Adrian Partingtont? Azon szerencsések közé tartozom, akik egyetüliként felvételt nyertek magyarként a BBC Walesi nemzeti énekkarba, úgyhogy innen ismerem Partington urat. Nagyon érdekes volt az első alkalommal, amikor labról olvastunk, akkor én voltam az egyedüli, aki szolmizált, és meg is döbbent, hogy végre valaki a Kodály módszer szerint énekelt. Úgyhogy gyakorlatilag én tag vagyok a BBC Walesi nemzeti énekkarban, ahol ő az igazgató karnagy. És hogy zajlik az élet? Walesben és Angliában is különböző, tehát Adrian Partington úr angol, de ő a walesi zenei élet harcosa, és jó magam is. Nagyon érdekes, mert Walesben az éneklés legalább olyannyira fontos, mint nálunk, a Kodály módszer és az énekes lét. Walesben, ami még érdekes, nagyon sok férfi kórus van, tehát minden faluban van legalább egy minimum 50 tagú férfi kórus, ez a bányász életnek köszönhető. Tehát zeneileg Wales az egy csoda ország, ugyanúgy, mint ahogy én érzem magunkat, Magyarországot is. Úgyhogy én már a kezdetektől próbáltam egy hidat építeni a Walesi és a magyar kultúra között. Anglia az egy más dolog, az egy kiegészítése gyakorlatilag ennek a szoros kapocsnak, de az egyesületünk is azért alakult, mert a Walesi és a magyar zenét, a kultúrát szerettük volna egymással megismertetni. Partington úr, ugye egy rendkívüli művész, milyen főnök? A BBC Walesi nemzeti énekkar igazgatókarnagya, nagyon sokszor a zenekart is, tehát a BBC Walesi nemzeti zenekart is dirigálja, ezen kívül a Gloucester katedrális zeneigazgatója, azon kívül az úgynevezett három kórus fesztivál művészeti igazgatója, ez a három kórus fesztivál a világ legrégebbi kórus fesztiválja. Ezen kívül ugye zongorista és orgonaművész is, úgyhogy Sir Simon Rattle közismert karmester oldalán dolgozott Birminghamben, és ennek köszönhetően a berlini filharmonikusokkal is szokott orgonakoncertet adni Berlinben, illetve a világ legnagyobb és leghíresebb komoly zenei koncert sorozatán, a BBC Promson is, Londonban a Royal Albert Hallban nagyon sokszor orgonál. A próbajáték során a művész úrral interjút készítettünk, és azt kérdeztem tőle, hogy éppen tanúi voltuk annak, hogy kipróbálta ezt az orgonát, és mit gondol róla. Az első gondolatom, hogy fantasztikus hangzása van, mondta. Itt fenn eléggé hangos, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogyan hangzik odalent, mielőtt megválasztom majd a beállításokat. De fantasztikus és ragyogóan néz ki. Nos, kerek egy órája vagyok életemben először Magyarországon, és már is kóstolgatom az önök kultúráját, ami igazán fantasztikus.
It sounds pretty good, just like the organ. Ezek után úgy folytattam a kérdést, hogy remekül hangzik, amit mond, csak úgy, mint az orgona. Apropó orgona, olykor, ha zenészeket van szerencsém meginterjúvolni, bátorkodom megkérdezni, hogy vajon hogyan érzik, ha a hangszerükhöz nemet társítanának, az hímnemű vagy nőnemű lenne, vagy netán nem számít? Do they consider it a male, female, or it doesn't matter? Well, if I ascribe... A válasz nagyon sajátságos volt, hiszen Partington úr azt mondta. Nos, ha én egy hangszer nemét megjelölném Angliában, bajban lennék, de kettőnk között legyen mondva, hímnemű az orgona. I tried to do a little bit of research and... Aztán arra voltam kíváncsi, hogy miután egy kis kutatást végeztem az interjú előtt, és őt kórusmesternek, karmesternek, zongoraművésznek és orgonaművésznek jegyzik, vajon melyik az első ezek közül? The first is pianist, as a matter of fact. I started playing the piano when I was a válasz pedig a következő. Az a helyzet, hogy az első a zongorista. 4 éves koromon kezdtem zongorázni, és nemrég voltam 65 éves, szóval 61 éve zongorázok. Orgonán 50 éve játszom, kórusmesterként 30 éve tevékenykedek, és 20 éve vagyok karmester. Ez a válasz. Szóval az első szerelem a zongora. Orgonán azért játszom, mert a főállásom nem kórusmester, hanem zeneigazgató vagyok egy nagy templomban, Gloucester városában. Ez egy komoly feladat. 6 kórusom van, gyermekkórus, felnőtt kórus, professzionális kórus, amatőr kórus. Ez sok időt igényel. 2 emberem van, aki orgonán játszik, szóval az én választásom az, hogy mikor játszom orgonán. Egyébként nem hiszem, hogy Európában bárhol is van olyan szervezet, mint amilyen Angliában, hogy minden nap énekelünk a templomi szertartásokon, a gyermekkórus énekel. Valaha egész Európában így volt ez, de különböző okokból mindenütt eltűnt, kivéve Angliát. Úgyhogy szívesen látjuk a Gloucester katedrálisban, ugyanúgy betűzik, mint a Massachusettsben lévő települést. Végül is tehát a zongora az első, aztán azt mondanám, hogy a kórusmester következik, mondta Adrian Partington. But pianist first, then I'd say chorus master. I'm sensing that in life you have a very good sense. Úgy érzem, hogy önnek jó humorérzéke van. Ez vajon segít a nagy szervezet irányításában, kérdeztem. Yes, if you can't laugh, there's no point in trying anything. A válasz? Igen. Ha nem tudsz nevetni, nincs értelme bármivel is próbálkozni. Kell, hogy humorérzéked legyen. A humor az emberi dolog, és a zene arról szól, hogy emberek vagyunk. A zene olyan terület, amiről azt hiszem, hogy a mesterséges intelligencia nem veszi át. Szóval azt hiszem, hogy a zenészek biztonságban vannak, hiszen a zene érzelmek racionalizálása. De nem hiszem, hogy ezt itt mondanom kell, hiszen Bartók Béla nagyon hasonló dolgokat fejtett ki sok évvel ezelőtt ebben a remek országban. Szóval igen, a humor valójában minden a megfelelő helyen, tette hozzá a művész. Is everything really in the right places. A következő kérdés arról szólt, hogy tudva levő, hogy ugyancsak inspiráló gyermekkora volt, hiszen zongorista édesapja és hegedűművész édesanyja mellett nőtt fel. De hogy is volt ez? Nos, látom, jól utána nézett ennek, mondta az orgonaművész. Igen, édesanyám hegedűművész volt, és brácsán játszott. Apám azt csinálta, amit én, szóval zenész család vagyunk, és van egy fiam, aki énekművész. A zene áthat bennünket, és ezt kellő szerénységgel mondom. In a humble way. And when you grew up, did you have any kind of news or understanding? Azzal folytattam, hogy tudakoltam, vajon fiatalabb korában hallott-e dolgokat magyar zenéről, kiemelkedő zenészekről. Yes, I certainly do. You may know that I may say this wrong, but Zoltán Kodály, A válasz pedig,
Igen, mindenképpen így volt. Talán tudja, hogy Kodály Zoltán gyakori látogató volt Angliában a II. Világháború utáni években. Az édesanyám találkozott is vele Worcesterben, egy másik katedrálisban 1947-ben, és mindig nagyon-nagyon büszke volt erre. Szóval mindig is tudtam Kodályról és a Kodály-féle zenetanítási módszerről. Aztán még gyerek voltam, amikor a zongora tanárom egy csomó darabot megtanított nekem Bartók Mikrokozmosz. Aztán, amikor idősebb lettem, játszottam Liszt darabokat zongorán és orgonán, de főleg zongorán, tehát mindig tudatában voltam a történelem nagyszerű magyar zeneművészeinek. You just mentioned a few minutes before AI. That's one thing, and it's great if. Ismét kérdés következett, mégpedig a következőképpen. Az imént említette a mesterséges intelligenciát, és remek, hogy az igazi zenészeknek nem kell tartaniuk tőle. Másrészt viszont a technológiának óriási hatása volt a zene terjesztésére. Ön sok-sok CD-t készített. Utána néztem, és ott van a Spotify, az Apple Music és mindenféle más kínálatában. Mit gondol erről? Nos, Adrian Partington azt mondta, hogy természetesen a technológiának megvan a szerepe, de arra nem képes, hogy a helyünkbe lépje. Nemrég nagy konferencia volt Nagy-Britanniában, amelyen a világ minden részéből voltak emberek, és a mesterséges intelligencia jövőjét próbálták felrajzolni. Jó magam keveset tudok erről, de teljességgel értem, amit mond, hogy tudnilik, a technológia nagy segítség, ha jó irányba terelik. Itt például ez az orgona az akkori idők technológiája miatt létezik. Szóval, persze, segít, de nem helyettesít. Nem tudom elképzelni, hogy egy koncerten robotok szórakoztassanak emberek helyett, mert az embereknek van valami, ami a gépeknek nincs. Lelkük, szívük, érzelmeik, hívhatjuk, ahogy akarjuk, tehát ilyen értelemben van helye a technológiának, fejezte be a választ. Hungary is fairly famous for. Nagy, azt kérdeztem tőle, hogy miután Magyarország híres néhány kulináris fogásáról, vajon készen áll-e arra, hogy megkóstoljon néhányat? Only going to eat Hungarian food in my few days here. Nos, csak is magyar ételeket fogyasztok majd a néhány nap alatt, amíg itt vagyok, mondta Partington úr, és egy igen jó kezdő lépés volt, hogy a Szent László templomhoz közeli cukrászdában ettem egy puncstorta szeletet. Remélem, jól mondtam a nevét, nagyon finom volt. Szóval igen, a magyar konyhával szeretnék ismerkedni, és alkalmasint magyar sörökkel is. It's very good because this district is home of. Válaszként elmondtam, hogy nagyszerű, hiszen ez a terület, ez a kerület kőbánya másfél évszázados sörfőzési tapasztalatokkal büszkélkedhet, úgyhogy jó helyen van. Egy másik kérdés arról szólt, hogy vajon a zene, a művészet és a nemzetközi közösség összefüggésében a Brexitnek milyen hatása volt? Mit gondol a művészetre, a művészekre gyakorolt hatásáról? I have to say I don't like to be political, but Brexit has only been bad for musicians because a lot of my colleagues earn their living. Adrian Partington azt válaszolta, hogy azt kell mondanom, hogy ugyan nem szeretek politizálni, de a Brexitnek csak is rossz hatása volt a zenészekre, mivel sok kollégám Európában kereste a kenyerét, és most ez sokkal bonyolultabb és költségesebb, mint korábban volt. Az áfa ügyek, az adók és mindenféle bürokratikus dolog semmiképpen nem jók. Szóval egyelőre megrekedtünk ezzel. We are stuck with it for the time being. And my final subject is. Végezetül azt kérdeztem, szintén egy nemzetközi, vagy inkább globális témáról, hogy miután sok hangszer nagyon érzékeny a hőmérsékletre, vajon a globális felmelegedés milyen hatást gyakorol azokra a hangszerekre, amelyekkel ő játszik? That's a very good question. Organs.
Válaszában azt mondta, hogy ez egy nagyon jó kérdés. Az orgonák kiváltképpen érzékenyek a hőmérsékletre és a levegő nedvesség tartalmára. Amúgy minden hangszer érzékeny. Nem tudok túlságosan technikai lenni, de az a benyomásom, hogy az emelkedő hőmérséklet semmiféle jó hatást nem gyakorol semmelyik hangszerre. A fa például tágulhat és megrepedhet. Szóval valamennyiünknek fel kell nagyon komolyan vállalnunk a felelősségünket ez ügyben. Miközben ezt mondom, mondta Partington, úr, nemrég érkeztem repülővel, alig, hanem gyalog kellett volna jönnöm, de sajnos erre nem volt elég idő. Autóm van, de alig használom. Szóval fontos, hogy mindannyian tiszteljük a környezetünket, és azt hiszem, a legtöbb zenész igencsak felelősségteljesen viselkedik ez ügyben. Örömmel mondom ezt, zárta le a beszélgetést Adrian Partington úr, aki később igen sikeres koncertet adott a kőbányai Szent László templomban. A program szervezési, financiális hátteréről Somogyvári Ákos a következőket mondta el. Én annak nagyon örülök, hogy tulajdonképpen az Erkelt Ferenc Társaság és a Velszi Kulturális Egyesület kapcsolatából adódott egy harmadik lehetőség, egy harmadik helyszín, és a Brexit hatásainak az ellenére létre tudtunk hozni a kőbányai önkormányzat segítségével a saját éves programunkon belül egy kiemelt kőbányai programként, mint ahogy az látható a plakáton is, egy ilyen fantasztikus magyarországi jelenlétet, egy igazi első vonalbeli angol művésznek a magyarországi látogatását. A koncerten Silló Elizabeth és Ferenci Orsolya énekében is gyönyörködhetett a publikum.